Jó estét kívánok a heti jégbüfé nézőinek! Mai vendégünk Váli festőművész úr. Deskének beszélteti saját magát. Azért merem ezt fölhozni rögtön az elején, mert hogy egy fantasztikus honlapja van, és deske.hu címen mindent lehet, mindent meg lehet, és mindent érdemes is megtudni Váli Dezső festőművészről. Tehát akinek kedve van a beszélgetés apropóján alaposabban utána nézni az életműnek, az simán megteheti, hogyha elmegy a Váli Dezsőnek a honlapjára, deske.hu-ra. És akkor kulturális termék megjelenítést fogok mindjárt alkalmazni. Van itt egy egyáltalán nem festőkre jellemző alkotás. Ez egy verses kötet, Szerelemnapló a címe. Ez mostanában jelent meg, ugye évvégén valamikor, és egyedül az Írók könyvesboltjában lehet hozzáférni. Eddig még nem terjesztették tovább, igen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Hát ez a fantasztikus napló, ez pedig a festményeket lehet megnézni benne, nem akármilyen minőségben. Azt akartam volna mondani, mert azért már másodszor beszélgetünk nyilvánosság előtt, és az ember újra és újra rámegy a honlapjára megnézni, hogy mi történt. Mi történt magával azóta, amióta utoljára találkoztunk. Ennyire pontosan dokumentált életművet én még nem láttam. Maga hihetetlenül precízen követi a saját munkáinak a sorsát. Hát alkat, meg munkaköri leírás hozzátartozik. Érdekel, szeretem csinálni, jobb, mint festeni. Aha, te pontosan elébe ment annak, amit én kérdeztem, hogy nem lehet, hogy ez egy ilyen aféle pótcselekvés és önbecsapás, hogy addig is nagyon fontos és hasznos munkát végez, ameddig segít majd az utókornak megtalálni mindent, amit valaha csinált. Hát ma már 2,5-3 óra után nem bírok festeni fizikailag, tehát annyira kifáraszt. És akkor mit csináljak a maradék időben? Nem, ez jó. Hát mondjuk 5 éve a műcsarnoki kiállításomat egy Excel fájlt küldtem a műcsarnokba, és összetettem a kezemet tétlenül, mert minden napra készen, hogy hol vannak a képeim, megtaláltak. Tehát, és lelevelezték, minden adat ott volt, titkosak természetesen, és a 80, valami 5 képet azt összeszedték. A kurátoroknak a dolgát megkönnyíti. Meg. Hát, hát különben nekem kellene telefonálni, hát stb. Persze. Szerintem az a saját munkáját annyira nem könnyíti meg, mert telefonálgatni úgyis magának kell, nem? Nem kellett. Hát azt nem? Mondták, hogy ők ezt a képet mindent elintéztek. Mert én úgy képzelem, hogyha a múzeum kölcsön kéri a képet annál a tulajdonostól, hogy akkor hogy valamiért azt gondolom, hogy élő szerzőről van szó, miért nem a szerző telefonál? Miért nem az alkotó telefonál? Hát, hála Istennek, egy munka fölösleges, munkafázissal kevesebb. Képzel, nem tudom, 10 éve csináltak akartak csinálni egy kiállítást Fehérváron, hogy a interjőr, vagy a szoba belső, ez volt a címe, és fölhívtak, hát igen, ez nálam van. Januárban. Közben megjelent itt mögöttünk. Mindaztán... Egy interjőr. Egyébként ez a műterem sorozatból az egyik. Nem? Hát igen, igen. Az igen. 30 éve nem jut eszembe más. Jó, arról majd azért később egy kicsit részletesebben, hogyha beszélünk. Szóval, fölhívtak januárban, hát akkor ugye bár én ott szerepelnék, és mondtam, hogy hát az a feladatom része, munkaköri leírásban kell, hogyha kérnek, adjak. És aztán február, március, és nem jelentkeztek. És március, és nem jelentkeztek, és soha többet nem jelentkeztek. És egyszer májusban jött egy meghívó, hogy Fehérváron lesz egy ilyen kiállítás. Barátaimmal mentem, az interjúr, és összehúztam magam a szégyenkezéstől, mert nem tudom, emlékszik-e a Csók galériára, a földszinten van egy tér, és aztán lépcsőn föl kell menni, és ott van egy hosszú terem. A földszinti tér az csak az én képeimmel volt, 19 darab. Fönt az emeleten egy vagy kettő valakitől.
Hát a honlapomról megnézték az adatokat, elintézték anélkül, hogy tudtam volna, kértek, kikérték a képeket innét, onnét. Na de ezt kellemes meglepetésnek vette, remélem. Hát persze. Tehát ilyen is érheti az embert. Kicsit jobb, mint hogyha lett volna 39 mástól való kép, esetleg olyan, amilyen magának nem is tetszik, és lett volna egy 40. Váli Dezső. Hát a negatív oldalt azt nem élem meg negatívnak, vagy szóval ez nincs benne a képemben, hogy megsértődjek, vagy erre nincs időm, vagy kapacitásom. Igen, ilyen bársonyos lelkivilágú, kiegyensúlyozott? Kiegyensúlyozott vagyok, de egyáltalán nem bársonyos világú, sok belső kínlódással, meg acsarkodással tele, de mire ez kijut, kivéve ha a feleségemmel veszekszem ki, addigra ez egy szűrőn átmegy, és nem hogy legyűröm, hanem helyére teszem, és akkor minden. Hát miért legyek én kiemelt a Nagybalogtól a Vojnicsig voltak enteriőrfotók, miért vagyok kiemelt? Tulajdonképpen azért voltam kiemelt, szerintem, mert egyszerűbb volt kezelni a kiállítást, összeszedni a képeket. Nem, ja, hogy akkor most megtanultuk, hogy mi a precíz dokumentációnak a haszna. Mert oda is küldött valószínűleg egy linkjegyzéket, vagy egy... Semmit nem küldtem. Januártól, hogy lesz ez a kertes, attól kezdve semmi információt nem. De hát a honlapomon ott van az opusz jegyzék. Igen, tehát nem kell hozzá küldeni semmit. És ahhoz fél órára kész, nem napra kész. Tehát egy képem kikerül, vagy elkészül, és le van adminisztrálva, akkor azt rögtön fel. Minden esetre ez egy klassz dolog, nem? Hogy lement Fehérvárra megnézni egy képét, ja, és kiderült, hogy az egészet persze, maga csinálta gyakorlatilag. Csak a Szűcsnek sikerült megfordítani a dolgot. Szűcs Miklós barátom, akivel 30 évig együtt dolgoztunk minden tavasszal a Kecskeméti Alkotóházban, a szomszédos műteremben. Azt mondja, hogy hát tudod, miért van ez itt, hogy ezt most gyorsan megnézzük, és aztán jön a szakma. Szűcs Miklós, kitérve, akartam úgyis szóba hozni, csak elfelejtettem volna magamtól, hogy a mostani kiállítás megnyitóján Szűcs Miklósnak azt a nem tudom én hányban írt kiállítás megnyitós beszédét olvasták föl, nem is a Szűcs Miklós ráadásul, amit egyébként a maga kiállításain rendre már nem tudom hány évre mindig ugyanezt a megnyitó szöveget olvassák föl. Ez némi magyarázatot kíván, tessék szívesen elmondani, miért van ez így? Nézd, ezért nem fogok Kossuth díjat kapni soha. Mert minden valamire való festő, valamilyen művészet történészhez, vagy csoporthoz, vagy művészet kritikushoz, vagy irányzathoz, ahol vezető, irányító emberek vannak, idomul, találkoznak, megismerik egymást. Hát a csapatok. És akkor az a művészettörténész, vagy kritikus elkezd róla írni. Hogyha elég pénzes szén és elég öreg a festő, akkor csinál róla egy monográfiát. És óhatatlanul a csatornákba, a protokoll csatornákba is ezek a nevek kerülnek bele. Rólam a baloldal azt hiszi, hogy jobboldali vagyok, és a jobboldal azt hiszi, hogy baloldali vagyok, teljesen tévesen mind a kettő. Az nem tudom, hogy melyik oldal mit hisz magáról, de hogy magát nagyon jó festőnek tartják, az biztos? Igen, de ez sehol nem tartozom. Most ennek egy része a díjak szempontjából lehet, hogy ennek van jelentősége. Persze, és, de hogy ennek van jelentőség. Lehet, hogy ez gőg is. Szóval, hogy igazából nem érdekelne, hogy egy művészetkritikus mit mond rólam. Mikor ott önmagát kell megvalósítani, kell valami érdekes produkciót létrehozni. Hát erre, az az ő alkotása. Erre vagyok, igen. Az én egy ürügy. Igen. Ha szerencse, akkor ő létrehoz egy valami nagyon jó kis történetet, és még a hallgatók is élvezik. De ezért esküdött fel arra, hogy ez magát nem érdekli, és Szűcs Miklós kollégájának az egyszer nagyon jól sikerült megnyitójának a szövegét alkalmazza egész életében most már. Igen, legalább a 7. kiállításon olvassák föl, és ezentúl is ezt fogják. A Szűcs Miklós leírja az életem utolsó óráját, illetve a halálomat. Nagyon tehetségesen. Úgy csináltam a szöveget, hogy bevezetőt kell hozzá mondani, hogy miért nem én olvasom föl, mondja ezt valaki, a nézők figyelmetlenek,
hogy abban háromszor benne van ez a tény, hogy, hogy az életem utolsó fél óráját mondja el. Tudjuk, nagyon jó a szöveg, aranyos egyébként. A honlapomon persze rajta van 50-szer. És minden rendben van. És ez egyébként ez nem csak rólam szól. Szóval, hogy ez egy emberi dolog, ugye halállal nem szeretünk szórakozni, meg minden. Ez egyfajta, egyébként túl azon, hogy rólam nagyon szépeket mond, az nagyon rendben van, azt nagyon szeretem, de tulajdonképpen egy világnézetet ad. Vattakabátos pufajkás öreg úr, aki tulajdonképpen az Isten, és akkor ott békésen beszélgetünk, hogy rendben volt-e az élet, rendben volt, na akkor induljunk. Hát ez gyönyörű. Az én fogalmaim szerint. És egyébként nem mindig ugyanaz a közönség, és ha ugyanaz, akkor két évenként, vagy három évenként egyszer hagyja meg újra. Egyébként, amikor így végigszaladtam a kiállítási jegyzékén, csak úgy, mert már magával rántja az embert ez a lajstromozási készség, ami tényleg lenyűgöző. Hát az iszonyú sok kiállítása van, gyakorlatilag évenként van, és nem két évenként, három évenként egyszer. Nem, leginkább is a hitem szerint három évenként van. Lehet, hogy például tavaly nyáron egyszer megkértek, és nem mondtam ellent, hogy a Balaton túlsó végén egy kibimerülési házban. Hát azt a szolgálat. Szóval azt még csak nem van. Is számom. Lehet, hogy azért tűnik nekem kívülállónak úgy, hogy mindig van kiállítása minden évben, mert ezeknek a kétharmad része szolgálat, egyharmad része az, amire maga azt mondja, hogy az egy kiállítás. Igen. De nagyon-nagyon élénk a jelenlét, ezt akarom mondani, hogy létezőnek ez kvázi, kvázi tudatom nélkül történik akkor. Mert... És akaratán kívül, mert azért... Igen, én úgy képzelem, hogy az az okos és az a jó, és arra is vagyok berendezkedett. A Kazajszki Lenocska az évente három kiállítást csinált, az egy taktika, vagy az én elvben taktikám az, hogy három, illetve négy évenként csinálok egy nagyobb kiállítást, nem is jön össze közben annyi jó kép. Hát az nem úgy van, hát, hogy majd akkor a kiállításra összehozok. Mondom a legendát, amit egyszer már kipróbáltam magán, hogy olyan képeit, amiket kidobott, azt összeszedte a házukba a házmester, vagy nem tudom kicsoda, tehát hogy kikukázták a műveit, és tiszta erőből akarták, tehát kvázi lesben álltak, hogy mikor dob ki valamit, és akkor maga égtelen dühre gerjedt, és összevagdosta, vagy nem tudom, fölszabdalta a műveket. Legendának jó. Na várjon, és van még vége, még nincs itt, nem tartunk a legvégén. És azt hiszem, a házmesterrel volt az eredeti történet, és amikor a házmestert maga szomorúnak látta attól, hogy a továbbiakban nincs neki olyan kidobott váli képe, amit elvihet, akkor adott neki egy olyat, amit maga jónak talál. Ez így pontos, sem egy része nem igaz, azt úgy emlékszem, de lélektanilag meg minden egyébként pontos. De hát én 79-ben, tehát nagyon fiatalon, véletlenül vagy nem véletlenül úgy adódott, hogy a Nemzeti Galériában a Fiatal Művészek Stúdiójának a jubileumi kiállítását rendezte. És már ott én egy ilyen kupac tízre összefűrészett festményemet tettem ki. Tehát ez kezdett szokásom. Előfordul, nem fordul elő, hogy egész képet kidobjak, illetve azt nagyon erősen átkarcolom, de még így se. Mintha egyszer mégis valami miatt. Nem ez tudom, a történet pár... biztos, hogy igaz, mert túl bonyolult ahhoz, hogy egy az egyben kitaláció legyen. Igen, de szóval működő rossz képet biztos, hogy nem dobok ki, akkor mondom, akkor árral keresztbe karcolom. Az a vicc, hogy három ilyen képet revitalizáltam. Tényleg? De hogy kitömte a karcolást benne? Nem, azt mondtam, hogy ez is a része. Az almási... esztétának adtam Miklósnak nagyon korán egy grafikát, jó, nem is a nagyon közeli, de jó ismerősök voltunk, és most egy pár éve bevallotta, hogy ő azt a grafikát fordítva teszi a falra, mert egy zsidó temetőmnek egy levágott része van ott. Aha, és a hátoldalát, az egy kicsit jobban bejött neki.
De az csak egy fele egy képnek, mert azt a grafikát oda erősíteni, azt a grafikát tartani tettem oda. De ezeket is felhasználom, hát a feleségem összes ruhapolca ilyen képekből van, szóval elrontott. És, atya úristen, hogy mit nem adnának majd azért, és, az utókor a feleségének a ruhapolcait fogja. Minden esetre megnéztem, és zsidó vagyok, mert mondtam, hogy valahogy megpróbáltam visszaszerezni, mert kurva jó volt. Barom jó volt, félbevágva, átkarcolva, egy nagyon jó zsidó temető kép volt. Aztán győzött bennem a tisztesség, meg benne az egészséges önzés, és egyáltalán nem adta vissza. Akkor vissza elkértem, és csináltam a grafikának egy profi keretet meg a zsidó temetőnek, azt újra aláírtam, és újra beopuszáltam, úgyhogy mert az adminisztráció nagyon fontos, az fontos. És visszakapta Almási Miklós. Mind a kettőt, jó, rengeteg csak az pénzem és rengeteg munkám volt bele. Nagyon sok munka volt, én nagyon tisztességes, persze, egy keretet, a Váli keretet csináltam, tehát van egy típus keretem, tehát azt, amit otthon meg tudok csinálni. Szóval csináltam hozzá, és akkor most ott lóg neki mind a kettő, gondolom. A zsidó temetők volt az életművének egy nagyon jelentős részében a témája, és vannak emberek, még ismerek olyan gyűjtőt is, aki meghal, hogy egy zsidó temetőhöz hozzájusson. Érdekes módon elő bukkan kb. Két évenként egy aukción. Szóval van, aki pénz anyagilag így vagy megunta, és hát, és hogy beadja. Kihaltak mondjuk a tulajdonosok. Ja, ilyen most volt, öregszünk, nem? A Gyuri bácsi, az uszodás, a 90 éves Gyuri bácsi, akinek festettem egy zsidó temetőt egy 3 éve, nagyon kérte, és igen, meghalt, és azt már azonnal mondta, hogy megvan a helye a zsinagógában, a díszteremben, megbeszélte, hogy halála után oda kerül a kép. Aztán bekerült aukcióra, mert az utódok ezt nem vették igazán figyelembe. Igen, hát zavarja egyébként, hogy a képeinek a sorsa nem úgy alakul, ahogy például maga jónak látná? Nem, zavar, embertől egyébként senki mástól nem mernék ilyet kérdezni, mert azt gondolnám, hogy a festő, amikor eladja a festményét, akkor onnantól kezdve az már nem az ő dolga, hogy azzal mi történik. De magánál nem tudom ezt feltételezni, mert olyan, aki ennyire komolyan veszi azt, hogy tudja, hogy kinél van, tudja, hogy mi van azzal a képe. Ezért azt gondolom, hogy maga rajta tartja a szemét a saját életművén, akkor is, hogyha már harmadik tulajdonosnál van. Csak annyi, hogy tudjam a helyét, hogy az 1942. októberi centenáriumi kiállításomra be tudják hívni, ha véletlenül kellene. Ez jó. Nem, legyen a helyet. Tudom, hogy értéket termelek. Hát, a Sugár Gyuszi, a Boldog út mesterem, tökéletesen nem törődött vele, ha a képe elment. Nem tudta, hogy hova megy, nem adminisztrálta. Praktikusan nulla képe volt itt a magyar társadalomban, magánlakásokban, az országban elszórva, egy darabonként tudathatatlanul. Hát ez a másik út. Értékelem ezt a magatartást is. Aztán csináltam neki egy honlapot, és összeszedtem az életművéből, amit lehetett. Mert egyébként, hogy mondjam csak, festészet, mint életmű, a festészeti életmű, azért nagyon nagy százalékban az utókor ítéletén is múlik, nem? Az értéke nem. Hát az alkalmi helye, vagy a számon tartottsága, igen. Alkalmi helye a kultúrában, de valódi érték az meglehetősen stabil. Erre vannak próbák is, szóval, hogy egészen más szemléletű kritikusok, egymás gyűlölő, meg más pár, hogy csinálják össze, és körülbelül ugyanazokat a képeket választották ki legjobbra. Szóval ez, de 30 évet csináltuk, vagy csinálták a fiatalok a fiatal művészek stúdiójában. Nem, az érték az meglehetősen állandó. Ezt tudjuk, hogy ezt egy elég szűk réteg tudja értékelni. Egy elég szűk réteg tudja megítélni, igen, ugye? Igen, de élvezni sokkal több. Igen. Hát a Gyuri bácsi igazán nem értett a magas művészethez, és festettem neki egy zsinagóga homlokzatot, és boldog volt, és minden a helyén volt. Tehát minden rendben van. Nem volt egy nagyon jó kép.
nem tudtam. Nagyon, nagyon szerettem volna neki nagyon jó képet csinálni. Már csak azért is, mert kérte, vagy mit is mondjak. Meg azért is, mert akkor már 30 éve nem festettem zsidó temetőt. Jó, de előtte meg legalább 10 évig festett zsidó temetőt. 3,5. Csak 3,5? Igen, igen. Viszont akkor nagyon sokat, ugye? Nem, 160-at. Ja, az nem sok? Hát abból, ha 80-at fölfűrészeltem. Jézus Mária. Tehát 80 van. Szóval, hogy a zsidó temető, az mivel ejtette rabul, vagy miért foglalkoztatta? És miért tűnik az a kívülálló számára úgy, lehet, hogy a rövid válasz az, mert nem vagyok elég felkészült, és azért nem tudom, hogy ez csak 3 év volt, és nekem 10-nek tűnik, de valamiért masszívabb tömbnek tűnik az életművében. Hát ez azért lett masszív, és azért lett rövid, mert láttam, hogy romlanak a képek, és azt mondtam, hogy ezt abba hagyom. Mint ahogy korábban a nonfiguratív képeknél volt ugyan ez, is váltottam a zsidó temetőre. A téma az abból adódott, hát annak sok ága van, ugye, hogy minden reggel zsidó zsoltárokat imádkozom egy. De aztán elmegy egy katolikus templomba, nem? Nem megyek el katolikus templomba, olvasom a katolikus papi zsolozsmát, és abban a zsidó zsoltárokkal kezdjük. De ahogy kérdeztem a húgomat, aki a Nürnbergben volt apáca, mennyit imádkoznak katolikus bencés, hogy mennyit imádkoznak Ószövetséget. Azt mondja, 50%. Hát akkor maga ösztönösen azt teljesíti, amit a hivatásosok. Szóval ez az egyik ág, a másik, hogy voltam építész, és a zsidó temetőknek a mikrointeriőrje az nagyon megegy. Belső építész voltam, tehát ez még, tehát az önmagában az atmoszférája, önmagában a szakralitása, önmagában azentúl az esztétikája. Én nem értek a művészettörténetnek egy részéhez, de voltak olyan kövek, ami engem közvetlenül az etruszk formavilágra emlékeztetett. Szóval a zsidók okosak. Most már tudom, mi az a Sevra Kadisak, jól mondom? Igen, hogy a temetést a legkisebb faluban is egy egyesület végzi, és ők határoznak meg mindent. Ez azt jelenti, hogy a zsidó temetők egyforma karakterűek, egy karakterűek, és ezért önmagában gyönyörűek. Azt mondja, hogy ha nagyon könyörögött a rokonság, hogy ez egy nagyon jó módon ember volt, és a szeretetünket, hogy ez valahogy legyen más, a Sevra Kadisak annyit megengedett, hogy a kő egy kicsit vastagabb lehetett. A zsidó temetők hihetetlen aszmoszférikusak, ellentétben a ronda katolikus temetőkkel, amik egymással veszekednek, őrület. Hát sajnálatos. Akkor én rosszul emlékszem arra, vagy ez megint összekeverem a valóságot valami magáról hallott legendával, hogy reggelenként olyan 6 és 8 között elmegy úszni, és útba ejti a templomot a volt mártirok útján született Margit körúton? Hát a ferences barátok lusták lettek, mert 10 éve még volt hajnali mise, arra lejártam 6 órára másodnaponként. Ez egy nagyon szellemes tanácsa volt a lelkivezetőmnek, hogy nem minden nap. Nagyon. Miért? Ebben mi a logika? Valószínűleg ő talán attól félt, hogy akkor esetleg elmarad a napi imádkozás, hogy azt le tudom egy szentmisével. A gyakorlatban ez egy minimális emberi változatosság, ez jó, nagyobb az ereje, hanem minden nap, vagy kicsit kevésbé válik esetleg rutinná. És egyébként a nem misés napokon az 1 órát imával töltöttem, és akkor nem a misén. Tehát valóban gazdagabb volt és több rétű. Hát az Ószövetséget olvasni, hát az valami csodálatos. Aztán a franceskék azok azt mondták, hogy korán... És az Ószövetség olvasás az
ér egyébként a másnapokhoz képest, a miséremeléshez képest? Nem értem a kérdést. Hát úgy, hogy ószövetséggel tölti mondjuk a hétfőt, és másnap elmegy misére, az már nem ószövetség nyilván. Nem, az ima órámnak is csak egy része a körülbelül a zsoltárok, vagy az ószövetségből egy passzus, mert a papi zsolozsmát, a hivatalos katolikus papi zsolozsmát olvasom, monitorról egyébként. Monitorról már. Annak egy része az ószövetség és egy része. Miért ilyen minden... fontos ez magának? Itt valami gyökér lehet a gyerekkorban. Hát ez az egész szakrális izé, amivel elindítja a napját. Ez miért fontos? Az, hogy a testvére, a lány testvére apáca volt nőnkben. Hát nem hívő vagyok. Igen, de hát azért a sima hívőséghez képest a napi lelki gyakorlat, a gyakorlati templomba járás, a szerzetes vagy apáca testvér hozzátartozó azért az egy kicsit intenzívebbnek látszik. Igen. Egy átlag emberhez képest. Igen. Egy átlag művészhez képest. Most nem akarok marhaságokat, hogy a festők, a mondén festői életmód, hogy függ ez össze, de szóval nem. Egyébként nem tipikus azért nagyjából. Ezt nem tudom, de hát ez is egy feladat. Ugyanúgy, mint feladat aztán 7 óra 5-kor úszni. Feladatokban élek. De maga szabja meg saját magának. Valamikor egyszer, 30 éve, 500 éve, igen. És akkor tartja magát 500 évig. Egyszerűbb. A kitűzött feladatokat. Higgyel, hogy sokkal egyszerűbb. Miért? 7 óra 5-kor indulnia, vagyis elérni a Lukács uszodát, és hogy 5:30. 5:23-kor szól a vekker, az már műemlék, úgyhogy azt már tűnik 2 perccel korábban kéne ébrednem, de a műemlék miatt nem bántom. Ez az igazság. És hogyha ilyen precízen bekeretezi a napjait indítástól lefekvésig mindenféle kötelezettséggel, önként vállalt kötelezettséggel, akkor ebben van egy sáv, hogy most pedig festek. És az 11-től 2-ig tart? Igen, nem ennyire pontosan, de van. Valóban, én azt hazudom, hogy addigra lesz elég világos. Tehát körülbelül 10-11-nél előbb nem kezdek. Na most tegnap megnéztem az ablakát, még mindig be van ragasztva. Az mindig is be van lesz ragasztva, de azt, ha oldalról nézte, az szándékos, a színét nézi. Egy fekete függöny van, mert ez fotolabor is volt sokáig. Tegnapon nem dolgoztam, hanem keretet építettem, az egy nagy, egészen más történet, egyébként egy másik szobában. Aha, azért annyit szeretnék mondani, hogy a Margit körútnak egy 6 emeletes ilyen pazar óriás bérházának a tetején van a műterme, és mondom azoknak, akik néha eljárnak arrafele gyalog, villamossal, autóval, mindenhogy föl lehet látni, csak jól ki kell tekerni az embernek a felét balra, és akkor meg lehet látni, amint az óriás üvegablakok be vannak. Igen, az nagy, hogy se fedve. Nagyon nem kell, éjszakára be is szoktam húzni, mert nagyon erős a szél az Alpokból, hogy levontották szemben a minisztériumot. Azt. De válaszolok az előző kérdésére, hogy ez könnyebb-e. Nekem könnyebb. Igaz, hogy ilyen derékszögű németes alkat vagyok, de hát nem kell gondolkodni, hát az, hogy nem tudom, szól a Vekkel 5:23-kor, hogy fáradt vagyok-e, vagy nagyon fáradt vagyok-e. Mindig nagyon fáradt vagyok, természetesen. Hát de hogy csak, hogy 5:40-re kész legyek, ahhoz nagyon kell sietnem. De miért szabja magára ezeket a kötelezettségeket? Mert ezeket úgy is megcsinálom, és úgy is meg kell. Tehát imádkozni kell, úszni kell, festeni kell, ebédelni kell. És... nincs kivétel? Tehát, hogy nincs ebből nincs lázadás magában, hogy az a saját napi rendjét felrúgja, és nagyon meg éljen vagyok a szíve szerint? Nagyon meg vagyok elégedve magammal. Nincs ebben egy kis autizmus? Már mondták, hogy jaj, egy gyönyörűt mondott egy orvosnő, ha tudnám szó szerint, hogy a magánál a repetitív dolgok ceremoniálisak, tehát autisztikus alkat. Nekem nagyon tetszik. Steve Reichet szokta hallgatni? Szeretem, szeretem. Hát akkor lehet, akkor hogy igaza volt az orvosnőnek. Akkor stimmel. Nem, hát szűk a spektrum, a látószögem, és az nagyon intenzív.
Akkor még ide azt tartozik, hogy 10-11-kor kezdek festeni, előtte írok. És akkor ebben még ki is van töltve. A naplót? Nem, a honlapon van egy blogom van, egy napi napló. És már a félig készül. És blogja már akkor volt, amikor én még azt sem tudtam, hogy mi az a blog. Sőt, tehát, hogy csak a 13 évesek és maga volt az, aki blogot írt. Igen, így van. 140 évvel ezelőtt, vagy azonnal. Mondjuk 7-8 vagy igen. 10 éve, vagy nem. Nem, hát azt 30 éve írom speciál, és 20 éve van a neten. Okay. Tehát az indítástól 2000-ben lett kész a honlapom, és akkor jött a Szűcs Miklós, zseniális barátom, azt mondja, hogy te baromi jó. Hát tudjuk, az egész azért készült, hogy az Opus jegyzéken fönt legyen. Vagyis az összes képen megnézhető magyarul, 4 kivételével, mert azokat nem tudtam lefotózni. Tehát egyszerűen az életművem, ha valakinek kell én, azt mondja, ez baromi jó. Megnézik, aztán megnézik fél év múlva, hogy na mit csinált. Szóval kell valami olyan, amiért érdemes megnézni a sűrűbben. És beugrott, hogy egy Franciaországba, akkor még emigrált, nagyon kedves ismerősöm, nekem egyébként is havonta írtam egy levelet, beszámoló a ikonról, de persze főleg magamról, mert mindig magamról beszélek csak. És ezek irodalmi szintű levelek voltak töredékeiben, illetve mindent elteszek, ezt is eltettem, és beugrott, hogy ezeket a Lömőbe, a Lömő az Párizstól 50 kilométerre északra van, Lömőbe írt leveleket a Szűcs ötletére azonnal betettem, azonnal föltettem, hogy akkor ez egy Váli News, egy napi, és azonnal kiderült, hogy akkor ezt nem havonta írom meg egy hosszú levélben, hanem naponta töredék, ami aznap történik. És ez egy... És mindent kirakott, amit ezekben a levelekben megírt? Mindent. Vagy voltak persze. Személyes részek, amiket megóvott? Mindig mindent kiteszek. Tehát mindenem elolvasható 16 éves koromtól. Semmilyen szemérem, vagy... Szemérem nem, hogy csak az Eszterházi nem engedte meg, hogy amikor veszekedtünk, hogy a válasz, hogy az ő leveleit föltegyem. Azt mondja, az csak neked szól. Hát az én válaszaimból eléggé kiderül, hogy mi veszekedtünk. Nem, ez nyilvános. Azt nem ha valamit nem teszek föl, ami valakire, ha valakire direkt bántó, és ez helytelen lenne. De és én, mindig végig gondolja ezeket? Tehát, hogy nincs... Hát így ilyen a gondolkodásom, hogy bocsánat, hogy etikusan mérlegelem, hogy itt hol a... Az nagyszerű dolog, csak arra gondoltam, hogyha van egy mechanizmus, aminek alapján mindazt, amit önmagából kibocsátott, azt rögtön teszi föl a netre, akkor az a reflex az esetleg... Megmutatna azt is, amit nem kellene megmutatni. Hát lehet, hogy van, biztos van selejt. Hát valamikor nem a selejtre gondolok én, hanem olyasmire, ami valaki mással kapcsolatos, ami miatt az Eszterházi azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogyha komplett levelezés. Mindig magamról beszélek, úgyhogy ez egyszerű, nem másokról. A világ mennyire érdekli? Hát, ha erre nehéz pontos választ adni, mert nem érdekel, első lépésben nem érdekel. Szóval bőven elég az az élmény, hogy az uszodából hazajövök, közben elolvasok a villamoson egy I. és Gyula verset, és hazaérek. Az alatt már rendszerint, vagy nagyon gyakran már fotóztam valamit. Tehát a reggel óhatatlanul van egy most már nem túl érdekes közösség is, a Lukács, ezek ugyanúgy. Igen, az egy legenda volt régen, a az óra, a Lukács. 7 óra 5 percesek, akik szintén... Közösség. Tehát... És azok, de hát azok közélet iránt érdeklődő emberek, művészek, tudósok, nem tudom én, orvos, igen. Ilyesmi. Igen, most már ez szétverődött. Már nem olyan a közönség? Technikai bábokorlag ezt szétverték. Rosszul átrendezték a Lukács alaprajzát, és két évre nagyon nehézé tették a közlekedést, és egyszerűen az a stabil társaság szétverődött? Átment egy másik szodába, és ott maradt. Úgyhogy én magam miért nem ment azzal a társasággal? Hát mert én nem vagyok társasági ember, és ez 200 méterrel közelebb van hozzá. Értem, de nem volt egyébként azért a szertartás része, hogy elment úszni, és mellékesen a
a világ dolgairól, vagy a magyar dolgokról értesült ott menet közben, vagy az nem értesülni volt? Értesülni az nem érdekel. Értesülések nem érdekeltek. Ha engem kérdeztek, akkor válaszoltam. Hogy csak irodalomtörténetről beszéltünk, abban benne voltam. Az a része az érdekelt. De most valahol megint félbehagytuk, ami engem érdekelt volna a válasz. Saját magáról beszélt? Azt mondta, hogy maga... Hát, hogy maga érdekli, ez, és én innentől... Ja, a blog érdemel még egy ilyen ide vonatkozó mondatot, amire kidolgoztam egy poént is, hogy mert azt kérdezte, hogy érdekel a világ, és tulajdonképpen nem, de annyi élmény ér, na most ez így érdekes, mert így igaz, holott televíziót praktikusan soha nem nézek, de elfben sem, meg gyakorlatilag nem is tudom, hogy kell bekapcsolni. Effektív a feleségem szobájában. Volt is baj, mert egyszer be kellett volna, és nem tudom bekapcsolni. Szóval, hogy annyi élmény él, annyira tele vagyok élménnyel, ezt transformálom és koncentrálom meg minden sokszor szinte vers tömörséggel, és leírom a honlapra, úgyhogy ez az a poénom, hogy 154 éves vagyok, mert mindent kétszer megélek. Szóval egyszer valóságban, és egyszer pedig, amikor át földolgozom magamban. Teljesen tele vagyok élménnyel, holott elfben, hát óhatatlan, amennyit egy alig utcára járó ember. A neten megnézem két naponként a hírek eszenciáját, tehát tudom, hogy... A politika, a csacsiság, a napi szintű, hát az egy szórakozás, csak egy népjáték, de hogy mi történik alkalmasint, azt az úgy körülbelül tudom. És van véleménye róla? Nem akarok most politikáról beszélgetni, csak hogy amúgy jól érzi magát, a rendszerváltás óta eltelt idő szórakoztatja, amennyire odafigyel éppen csak, hogy vagy bosszúsággal tölti el, érzékeli-e a kormányok különböző stílusait? Mi jut el magához ebből az egészből? Hallomásból, és elhiszem, a feleségem abszolút benne van, és tájékoztat. Néha mondom, hogy bocsánat, inkább most a paradicsom levesre szeretnék figyelni. Tehát körülbelül tudom a történeteket, én az Orbán munkásságában hiszek, hogy egy nagy formátumú politikus, és jó irányban van, és egyébként pedig az egész úgy néz ki, hogy az ima közösségemnek hát egy utasítás van, adtam, hogy két dologért kell naponta legalább egy mondatban imádkozni a budai ferencesek, mert onnét jered a szellemiségünk, és a másik a mindenkori kormányfőért. Tehát ez hol a Gordon, a Gyurcsány, most a... És miért kell most az Orbán? Pláne ilyen sokféle kormányfőért. Ez a, most a... A tisztségért magáért Orbán... akar imádkozni? Hát a Pál azt mondta, hogy imádkozzatok a királyokért. A Szent Pál ezt mondta. És igaza volt? Persze. Miért? Mert ugyan nem valóságban, de mégiscsak, mégiscsak úgy hiszi a legtöbb ember, hogy azokon sok dolog múlik. Igen, de hát annyi idióta, meg despota, meg gonosz ember jutott hatalomhoz. Na de hát nagyon jó, hát legyenek jók, hát azért akkor úgy éri az ima őket. Ha csak úgy nem. Igen. Hát nem, értük, imádkozom, hogy Isten segítse meg őket a munkájukban. A Gyurcsányt, a... Isten világosítsa meg őket. Tisztítsa ki az agyukat, a pszichéjüket. Nincs semmi negatív benne, az helytelen. Hát nem káromkodunk. Ez nem káromkodás. Mi ebben a káromkodás? Az ember megéli azt, hogy más emberek, akik a hatalmat gyakorolják, azok milyen hatással vannak a mi életünkre. És hogyha ez nem pozitív... Az én hatásomra, én életemre nincs hatással speciális. Hát de lehet, hogy a festészeten kívül mindenki másére igen. Tehát... Más foglalkozásokra vagy azért... Inkább azt hiszi. Azt hiszi? Inkább azt hiszi. Hát nem hiszi azt. Az eszközigényes foglalkozásokban, a szervezésigényes foglalkozásokban, a médiában, ahol az, hogy mi itt beszélgetünk egy nagyobb stúdióban, hogy 12-en látják a beszélgetésünket, 120-an, 120 ezeren, vagy 1 millió 200 ezeren, az mind-mind a hatalom gyakorlóin múlik. Igen. Hát az a kérdés, hogy miért élünk, ugye? Hogy... Egyébként pedig azért élünk, hogy jó ízűen beszélgessünk az én oldalamról, a maga oldaláról, meg hogy műtermet, zsidó temetőt, és lassan, hogyha kifutnak a műtermek, akkor mit fog festeni? Már tudja?
Nem tudom, gondolom előbb meghalok, mint... Nem hinném, teljesen jó bőrben látszik lenni. Igen, jó bőrben vagyok. Akkor tehát fog váltani még? Mert, hogy nincs szán. Ez kérünk magyarázatot, nincs mi a néző, kérünk magyarázatot, hogy mindössze 3 év zsidó temető után hány éve tart a műterem belső, az interior festés? Pont, azt hiszem 33. Akkor ez egy kicsit nagyobb húzat. Tehát, hogy mi az, ami itt tartja a műterem belsőnél? Milyen gondolat tartja ott, vagy milyen forma? Ezért mondom, hogy ezt egy nagyon szűk réteg tudja lényegében befogadni. Ennek semmi köze a műtermekhez, mint ahogy nem volt semmi köze a zsidó temetőkhez. Ezek mutassa meg az ajánlást a nem műtermek, nem temetők, képek. Ez fantasztikusan klassz dolog, ez az ajánlás. Értem. Szóval ennyi, hogy nekem a műterem egy olcsó ürügy az ahhoz, hogy színeket jól helyezzek el egymás mellé. Akkor miért lépett ki az abstraktból? Ez már csak teljes laikus mi voltamban kérdezem. Nem tudom pontosan, ugye az ember nem látja magát pontosan. Szóval képtelenség, nem is talán a felszínén azt meg tudtam fogalmazni magamnak, hogy olyan fokú a szabadságom, ami elviselhetetlen. Ja, hogy korlátokra vágyott már megint, és ezért hagyta ott az abstraktot. Így is, igen, igen. Szóval képzel, ugye a 21. században úgy festünk, hogy megtörtént velem, hogy egy nagyon gyenge, közepes, olyan semmilyen kép 8 másodperc alatt remek mű lett. Egy barátom látta, hiteles a történet, meg én is tudom, hogy így volt. Tehát ilyen a festésmód, tehát annyi benne a hirtelenség, a váratlanság és a csoda. Most elfejtettem, hogy ezt mire kellett válaszolnom. Arról ott tartottunk, hogy a korlátokat szabta meg saját magát. Ja, na most képzelj el a nonfiguratív festészetnél. Az abstrakt ugye az azt mondják, hogy elvonatkoztatott, ott még a tárgyi világ valami módon szerepel, csak kicsit másképp. De a nonfiguratív, amit én határeset műveltem, az annyit jelent, hogy a képek ritmusa, színek kontrasztja, a kompozíciója ad meg valami... Mit ad meg? Egy túlvilág, egy tartalmat, ami teljes értékű mű, ugyanúgy, mintha a Delft látképét a Vermeer lefestette. Én azt mondom, hogy egy remek mű, egy mire való, egy villámvillanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét. Tehát én fogalmaim szerint minden Istenre utal, minden, ami jó, ami szép, mert azt ő adta, és abból mutatok meg egy picikét. És erre a nonfiguratív kép sajnálatos módon ugyanolyan alkalmas. Csak ott két millimétert meghúzok, és sokkal inkább, mint a kis otthonos műtermeimnél, esetleg szétesik, vagy esetleg zseniális lesz. Mindent lehet, nincsen se színben, se formában, se ritmus, kontrasztban semmiben szabály, vagy remény. Korlát, igen. A szellem nem jó érzés? Dehogy jó, de jó. Persze, arra nem vagyok alkalmas. Nagyon kár, hogy vége felé járunk ennek a beszélgetésnek. A maradék másfél percet azzal szeretném kitölteni, hogy meghatároztatom magával, hogy melyik volt az a korszak, ami a legboldogabb az életében. Festészettel együtt, de nem feltétlenül csak a művészetére koncentrálva. A válaszra alkalmatlan vagyok, mert ilyen értem egyáltalán nem mérem magam. Szokták, múlt héten valaki megkérdezte, hogy mikor voltál boldog, vagy... Körülbelül ez a gyagya kérdését is. És én azt válaszoltam, hogy ilyesmire nincs időm. A poénnak jó, és még mindig marad 57 másodperc, nem akar valamit hozzátenni? Annyit, hogy leköt az a fél nap, amit csinálok, úgy azt szoktam mondani a feleségemnek, amikor már nagyon zavarna, hogy hagyjam félbe a munkát, mert már nem bírom, fizikailag nem bírom, hogy nincsen holnap. Én mában élek, vannak feladataim, tudom, hogy időnként aranyat csinálok,
nagyon szeretem csinálni, vagy ha nem szeretem, akkor is már annyira megszoktam, hogy ez teljesen rendben van. És csak az érdekel. És közben nem, valószínűleg ez a boldogság egyébként, csak a franc számolgatja itt, hogy most éppen milyen a bélműködésem, és ebből, vagy a gyomorműködésem, ebből kifolyólag milyen a közérzetem. Nincs közérzetem, dolgozom, élek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Váli Dezső festőművészt látták, hallották. Apropó, a Godó galériában még meg lehet nézni, ugye? Egy március 7-éig. Nem is olyan kicsit, akkor még van 3 hetük, és menjenek és nézzék meg. De csak délelőtt van nyitva, szerencsétlen módon délelőtt 2 óráig, reggel 9-től. Hát akkor menjenek matiné festészetet nézni. Köszönjük a figyelmet, Jégbüfé lesz jövő héten is, viszontlátásra.